talán lehet, hogy a zárnyékban. Csak talán a napot. Most itt megnézzük, hogy van-e még hely. Ha marad még hely, ha meghívott, akkor kirakod fölszel. Csak hadd kérjem meg, hogy most végignézek, jó? Jó. De egy vasműt ne akarjon olyan megmenteni, oda jön a Dunai városba, akik pont ők adták el. Szégyen, igen. Azért megyünk ki Felcsútra, hogy lássák Magyarország polgárai, hogy az új Magyarország, az Orbánisztán központja az Felcsút. Sikerül, akkor megkérem a Hajnait, hogy adjon már egy autogramot ennek a hibának. Igen. Vajon azt a 3,8 milliárd forintot, amit ehhez került, nem lehetett volna esetleg a település fejlesztésére fordítani, vagy ne adj Isten a környező települések fejlesztésére? A biztonsági őr áll az autójával. Tegnap még be lehetett hajtani, nyilván azóta történt valami. Valószínűleg találtak egy második világháborús aknát, vagy valami ilyesmi, ami miatt most nem tudunk elmenni. Nyilván semmilyen politikai összefüggés nincs, amely őt, hogy most itt nem tudunk elmenni. Az a nyár, amikor kiderült mindenki számára, hogy míg Magyarország történelmi középpontjának Augusta szert szoktuk tekinteni, addig most épülő Orbánisztán középpontja Felcsút. Felcsút a miniszterelnök szülőfalunk. Ez az a terület, ahol összeérnek a szálak. Ez az a terület, ahol kiderül, hogy ismét a Kádár rendszer után megint a 3T korszakába lépett a Magyarország. Csak most nem Türkia támogat, bár az is van a kultúrában, hanem termőföld, trafik, takarékszövet. Ott áll a másik szépen. Sarkon. Ott áll a másik sarkon ki. És nem jönnek ide? Hát ki tudja, nem tudjuk. Hát mi vagyunk a szervezet. Fogja jön ide. Ott le, onnan lentről akartak jönni állítólag. Álljunk meg egy kicsit, jó? Igen, tehát a fáktól sajnos nem látni, de ez az utca, aminek a bal oldalán van a stadion, a jobb oldalán meg az a ház, amit kerestek. Kicsi már neked menjenek! Menjen tovább! Akkor sajnos a rendőrök azt kérték, hogy menjünk tovább. Elmegy, csak hova megy! Elmegy! Mondtam, hogy elmegy! Mi végül nem vagyom ide. Hát volt elmegy. Miért nem szállt? Miért nem szállt? Miért nem szállt? A rendőrök azt mondták, azt kérték, hogy ne szálljunk le a faluban. Valószínűleg nem tudják. Elkerült a konfrontációt, hogy nem tudom mi az oka, minden esetre, amit akartunk, elmondtuk, kiszálltunk meg, ugye kitiltottak minket arról az útról, ahol tegnap még simán be tudtunk menni. Odaállítottak egy rendőrkocsinak kinéző valójában civil védelmi céges autót. Ennek ellenére, amit akartunk, elmondtuk, amit meg akartunk nézni, ezt megnéztük, és hát természetesen jövünk meg, ahol oldalon vagyunk, bármikor jöhetünk Felcsútra és az országban a repülésére, hogy megnézzük, hogy hogyan csinál Magyarországból Orbánisztán kormányútól. Jól vagy! Jól vagy!
Thank you.